A Festetics örökség Fenékpusztán található épületegyüttesének falai őrzik a múltat. A 20 hektáros területen a Bécsi udvar spanyol lovas iskolája, később a Festetics család Európa hírű ménese működött. Híres lovasistálok otthona volt 1938-ig, később kendergyár, majd lenüzem és termelőszövetkezet is működött a majorság területén. A főépület egykor a Festetics család vendégeinek adott otthont. Évtizedek óta használaton kívül elhanyagolt állapotban álltak az épületek, a renoválás már halaszthatatlan volt. Európai Uniós forrásból 1,4 milliárd forintból több ütemben építik újjá a Festetics család majorságát. Mára jól látható, hogy elkezdődött a munka, augusztus 10-én átadták a területet a kivitelezőnek, az építkezés egész területét körbekerítették, és a bontási folyamatnak a vége felé járnak. A sérült és szükségtelenné vált falakat elbontották, jelenleg a törmelék elszállítása folyik, három területen zajlik a munka. Ahogy bejövünk Fenékpusztára, középen található a kiskastély. A kiskastély épületében egy múzeumot hozunk létre, illetve az emeletén egy olyan teret, ahol múzeumpedagógiai foglalkozásokat, illetve egyebeket is lehet majd tartani. Az épülettől balra található kancaistáló területén itt kialakul egy belső lovasudvar, egy piknik parkkal, és az épületnek visszaadjuk az eredeti funkcióját, ez ugye régen istáló volt, boxokat fogunk kialakítani az istálóban, illetve egy multifunkcionális teret, ahol akár rendezvényeket is meg lehet tartani, illetve azok a vendégek, akik majd remélem, hogy a Fenékpuszta felé, a Fenyvesallén keresztül érkeznek, ők akár piknikelhetnek, akár bármilyen egyéb elfoglaltságot végezhetnek, itt mondjuk lovagolhatnak is itt ezen a területen. A kiskastély melletti borjúistálóban a projekt első részében a portikus visszaépítése és a tető felújítása fog megvalósulni, azonban a Helikon Kastély Múzeum fejlesztései itt nem állnak meg, jelenleg 8,5 milliárd forint futó projektjük van. A tegnap megjelent kormányrendelet arról rendelkezik, hogy turisztikai szempontból kiemelt állami beruházások megvalósítási helyszínei a Helikon Kastély Múzeumhoz, illetve a Festetics Kastélyhoz tartozó épület együttesek, ez vonatkozik magára a kastélyra, az Amazonra, illetve többek között itt a fenékpusztai területre is. Ez számunkra egy nagyon fontos dolog, azért is, mert teljesen más elbírálás alá esnek a beruházásaink, és én azt gondolom, hogy ez felhívás egy keringőre, természetesen nekünk ezen dolgozni kell, hogy a továbbiakban is újabb és újabb projekteket tudjunk megvalósítani. Nagyon jó partner számunkra az MTO Magyar Turisztikai Ügynökség, nagyon komoly szakmai segítséget kapunk tőlük, és ki is használjuk ezt a lehetőséget, készítjük már a következő projektet, itt Fenékpusztán is tervezzük a Fenékpuszta 2-es ütemet. A Fenékpuszta első ütemének befejezési határideje 2021. decembere. Másfél év múlva új turisztikai attrakció várja a vendégeket az évtizedekig elfelejtett Festetics kúriában és a hozzátartozó majorságban.